Köszönöm mindenkinek, Hajnal Gyöngyi vagyok, és szeretettel köszöntök mindenkit a februári megbeszélésünkön, amely szintén és mint mindig ezúttal is a CAPCON Közép-Európai Pásztorkutyás Konferenciát hivatott felvezetni, és annak a főbb témáit, témavezetőit bemutatni. Loki Györgyöt köszöntöm szépen a vonal túl végén, a Dunántúlról, úgyhogy eléggé messziből hozzám képest, aki Szeged mellett Szatymazon üldögélek, és bizony-bizony, érdekes dologról, irányzatról fogunk beszélgetni, a solymászatról, a ragadozókról, a vadállatokról és az együttélésünkről a ragadozókkal. Loki György a magyarországi solymászrend elnöke, fősolymász, Európa és világhírű, kultúrkutató, állatgazda, és mindenki lelkének szakértője, mondhatjuk ilyen nagyon szimplán és egyszerűen. Némi pátosz természetesen illik és tartozik a dologhoz. Szeretném kérni, Gyuri, és akkor még egyszer jó estét neked, hogy hogyan is mutassunk be téged a pásztorkutyásoknak még egy kicsit mélyebben. Hát jó estét kívánok, és üdvözlök mindenkit ebben a számomra még új műfajban, de bízunk benne, hogy meg tudunk felelni az elvárásoknak. Hát a pásztorkutyásoknak, igen, erről sokat kérdezték tőlem eddig is a napokban, mielőtt megkezdtük ezt a beszélgetést, hogy tulajdonképpen mit is, vagy hogy kerül össze a solymászat, vagy hogy kerülök én a pásztorkutyásokba. Egyik fő küldetése a tevékenységünknek, a solymászatnak, vagy legalábbis annak, amit mi nevezünk, az hogy az egységre való törekvés. Tehát nincs, ha tetszik, hanem nincs különbség. Az, hogy most a világunkban rések támadtak, és olyan különálló igények, különálló lehetőségek állnak rendelkezésre, amiket meg kell élnünk és meg kell valósítanunk, tehát szakmák válnak el, tudások csoportosulnak és látszólag válnak el másoktól. Ez mind téves, mind hibás és önállóan megállni képtelen szegmensei a világnak, viszont a pásztor élet, a pásztor tudás, a pásztorkodás maga az szintén egy ilyen egészre törekvő, mondhatnánk, hogy a múltba mutató, de a múltba nem mutat semmi, minden a jövőbe mutat, és mivel ebből ered a kultúránk, a tudásunk alapja, ezért szükségképpen irányt is ezt kell, hogy mutasson számunkra. És ebben az egyik legfontosabb tartalom az a globális összessége adnak a természeti tudásnak, amivel igenis egy pásztorembernek rendelkeznie kellett, hiszen a pásztorembernek nem az volt az egyetlen és fő feladata, hogy a botjára támaszkodva megóvja magát az esőben, mint ahogy némi prózai vagy kevésbé prózai művészi alkotásokban azt mi gondolnánk, ennél sokkal-sokkal összetettebb volt. Ő feladata volt mindenek előtt, hogy gondoskodjon a jószágról, arról a jószágról, ami emberi közösségeknek a megélhetése, lét és vagyonbiztonsága függött tőle, tehát akármilyen hihetetlen a pásztorember tudásától, hozzáértésétől, ember tömegeknek a léte függött. Ezt nem akarom hosszasan ecsetelni, ezt itt csak azért hoztam elő, hogy párhuzamot vonjak az a globális természeti tudás között, ami egyenesen összehozza, összepározza a solymászati tevékenységet és a pásztor tevékenységet, és hát ugye itt a közös gyakorlati szegmens az mondjuk a kutya, vagy legalábbis mondjuk inkább úgy, hogy az állatokkal való közvetlen munka, hiszen a pásztorembernek is az állatok igénye, szükséglete és a velük való törődés határozta meg az életét, és e szerint formálta akkor, hogy a tárgyhoz közelítsünk a kutyáit, a kutyái munkáit. Ugyanúgy a solymásznak is, a solymászattal foglalkozó embereknek is a körülötte élő állatok, hiszen nem csak sólyomról beszélünk, amikor a solymász tevékenységéről beszélünk, hanem zsákmányállatok, egyéb ragadozók, kutyák is, és ha most ezt cirkalmazni szeretném, akkor mondjuk a tolltető pontosan annyira hozzátartozik a solymászathoz, mint a kutya. Köszönöm szépen. Azt mondod nekem, hogy a keleti solymászat az, ami szívednek leginkább, ami igazán kedves, és
hogyan lehetne mégiscsak tájékozódni? Mi az, hogy keleti solymászat? Nyilvánvalóan van nyugati solymászat is akkor, hogyha keleti létezik. Mit tudjon az az ember, aki még épp hogy az állatkertben látott solymot, ragadozó madarat, milyen irányban induljon el ebben a kulturális szegmensben? Valójában ez egy kulturális hatás, érték és tulajdonság. És mint olyan, ez valószínűleg az emberi jellemben, az emberi tudatban van, hogy mondják ezt most, kódolva, beleágyazva. Ugye egy párhuzamot szeretnék mondani, hogy nagyon szívesen idézik az ókori bölcsnek a mondását a szkítákról, akik a magyarok ősei, mint tudjuk, hogy őnekik nem voltak törvénykönyvei, nem voltak törvényei, hiszen a lelkükben őrizték az erkölcsösséget és a törvényeiket. Ez nagyon jól hangzik, és nagyon büszkék erre azok az emberek, akik egyébként aztán ügyesen pöckölik ki a csikket a kocsiablakon, és dobják el a McDonald's-os zacskót, aztán mennek haza a kis lakásukba, és viselkednek úgy a társukkal, ahogyan éppen viselkednek. Gondolom érthető, hogy mit akarok ezzel mondani. Tehát ebben a témában is, vagy ebben a példában is azonnal át tudjuk fordítani azt, hogy a körülöttünk élő állatok sokkal, sokkal jobb tükrei tudnak lenni ezeknek az értékeknek, mint magunk. Szoktam volt mondani, hogy, és itt ez megint egy párhuzam lesz, hogy a solymászat a kialakulása óta, ami valójában nem tudjuk meghatározni az időben, hiszen valójában abban sem tudunk megegyezni, hogy mi az most a solymászat, definiálni tudjuk. Ilyen formán nem tudjuk megállapítani, mikor kezdődött. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a történelem tudás úgy tartja nyilván, hogy legalább 4000 éves a solymászat. Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy a magyar embernek, a magyarságnak a genetikájában olyan mélyen van ez kódolva, hogy valahol szükségképpen az emberi válással egy időbe kell, hogy elkezdődjön a sólyommal, a sólyom minőséggel való élés, együttélés, és ez az, ami kötelez bennünket, és egyenesen erre az előbb a szkítáknál idézett értékrendre, ami a kultúránk alapját adja, és ez nem egy törvénytisztelet, vagyis, hát dehogy nem törvénytisztelet, mert ugye az embereknek csak szabályai vannak, a természetnek, az Isten, a természetnek vannak törvényei, ugyanis egy érdekes dologra fölhívnám a figyelmet, hogy a törvények alól nincsen kivétel, és ez jó lesz, ha mindenki elgondolkodik rajta. Kevés törvény van ebben a világban, de azt viszont nincs alól a kivétel. A szabályokat, azokat változtathatjuk a kénye kedve szerint az arra alkalmas vagy arra hivatott rétegnek, de a törvényeink azok örökérvényűek és mindenkire foglalkoznak. Tehát, hogy mi is az a keleti típusú solymászat, nyugati típusú solymászat, hát valahol innét ered a gyökere neki. Valahol az a mindenek feletti tiszteletbe ágyazódik, a körülöttünk élő természet, ezt most így mondják, azért mondom így, mert ez is megérdemel egy misét, mert nagyon szeretem ezt a kifejezést, amikor mondjuk egy tipikus példa, hogy eljön egy fiatal vagy kevésbé fiatal ember, hogy ő most solymászattal szeretne foglalkozni, és akkor kérünk tőle egy bemutatkozást, hogy hát honnét szedte ezt a hirtelen támadt ötletet, hogy ő most solymászat szeret, és akkor jön, hogy jó, hát ő nagyon szereti a természetet, és sokat jár a természetbe, és egyébként mennyire érdekli magának, és akkor úgy mindig úgy elgondolkodok, hogy honnan veszik ezt az emberek, hogy a természet az egy ilyen tőlünk különálló dolog. Tehát miből gondolja az bárki, hogy ő magát kívül képzelheti ebből a természetből, ami egyébként a környezetünk, tehát a körülöttünk levő teremtett világ. Akármilyen hihetetlen, de a pécsi uránváros is a természet része. Az más kérdés, hogy ezt mi építettük, vagy mondjuk így inkább mi rongáltuk olyanná, amilyen, de az ugyanolyan természet. Hát hogyha nem jó, vagy nem olyan, amit ránk hagytak az őseink, akkor ezt nekünk kell visszavarázsolni, és hogyha valaki olyat érez, hogy ki kell neki menni az erdőbe, mert az élettere egyébként nem olyan körülményeket
nem olyan érzéseket biztosít számára, mint egy erdő, akkor valamit nem jól csinál. Na most én azt tudom, hogy nem lakhat mindenki erdőbe úgy, mint mi. Erre szoktam volt mindig mondani, mikor mondják itt nálunk, hogy hú, milyen jó lenne ide költözni, hogy bocsánat, itt már laknak, tehát nem büntetésből vagyunk mi. Úgyhogy én ezt mind tudom, csak ne felejtsük el, és valami ezen a gondolatmeneten haladva legalább annyira kellene minden élőhelyünket tisztelni, mint az erdőt is. Most, hogy csak ennél a példánál maradjunk, mert ugye ide tartoznak ugye egyéb természetes környezetek is, élővizek, és így tovább. No, tehát ez mind része ennek a tartalomvilágnak, ami ezt a keleti típusú solymászatot, ami még egyszer mondom, nem különül el a keleti ember, a keleti származású, gondolkodású embernek, amihez ugye a magyarság is tartozik, a gondolatvilágától. Amikor ezt definálni kellene, vagy közvetlen érthetővé tenni, akkor azt szoktam mindig mondani, hogy ahol a lehető legmélyebben társként bánunk a madárral, a körülöttünk levő állatokkal, az együttműködő partnereinkkel, és ez adja, ennek a kapcsolatnak a bensőségessége, a mélysége, a minősége adja az értékét a solymászatnak, nem pedig a matematikai, mértani egységekben mérhető eredmények, mennyiségek, akkor beszélünk keleti típusú solymászatról. Azt szoktam mondani, hogy amit nyugodtan nézhetek a madaram szemébe, vagy pedig vonalzó mellett követelek tőle parkolsz, hogy a kutyások is értsék. Nem tudom, hogy így valamennyire érthető-e. Én szerintem teljesen érthető volt, köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy kérdés marad a fölött, amit próbáltunk megtudni. Ti ugyebár ragadozókkal foglalkoztok, és láttalak én téged munka közben is, volt szerencsém meghívásodra egy bemutató vadászaton részt venni a közelmúltban, és rendkívül elcsodálkoztam. Ugye nekem is itthon van egy közepes méretű kutyafalkám, és ugyan ők háziasítottak, de szintén ragadozók, és én nagyon figyeltem a te madaraidat, illetve a társaid madarait, jó sokan voltatok madárkákról. Bevallom, valahol az embernek vérfagyasztó. Egyszerűen maga az, hogy egy nagyon kevéssé emberarcúra formált élőlénnyel teljes mértékig 100%-osan egybefortok és együtt működtök. És ő még mindig az a ragadozó, szinte az, aki a természetben él. Micsoda a ragadozó igazából, Gyuri? Hát, hogy az elejénél kezdjem, ugye elsődleges cél a madarainknál, tehát a solymászmadaraknál elsődleges cél, hogy minél inkább megmaradjon eredeti vad formájában, hogy itt már ugye ezt emeltet ki valójában. Ez egy elsődleges cél, hiszen nekünk ez a valódi érték, és ahogy mondtam, ez adja az igazi értéket, amikor olyan a solymász, mint ember, egy olyan kommunikációs csatornát tud kiépíteni, mert szagolgathatjuk ezt mindent, de ez a lényege neki, ahol egy olyan vad lényel tud egy ilyen elképesztően belsőséges kapcsolatot létesíteni, aki minél kevésbé érintette meg a kultúra. Nemhogy nem domestikált, hanem semmilyen tevékenység ez irányba nincs semmilyen törekvés. Tehát nem cél, hanem még hogyha véletlenül belekeveredne a képzési folyamatba olyan művelet, ami ezt segíteni, azt is ki kell hagyni. Tehát minél vadabb marad meg egy madár, annál jobb, hiszen még egyszer mondom, az ember és a ragadozó közötti távolságot megtartva kell elérnünk a solymászat eredményét, ezt a kommunikációt, hiszen ez adja az értékét. Most mit mondjak erre párhuzamnak, azt gondolom mindenki megérti, hogy milyen természetes dolog az, hogyha fekszik mellettem a cicám az ágyon, megsimítom, és ez teljesen természetes dolog, hogy ő arra oda tartja fejét, és dorombolni kezd, ez neki jó. Itt a madaraknál nekünk teljesen más a szituáció. Úgy tudnám mondjuk hasonlítani, mint hogyha azt várnám el, hogy kiszaladok valahova a dzsungelbe, és
most akkor egy alvó tigrishez odaszaladhassak, és ugyanezt a simogatást meg tudjam tenni. Ez adja ennek az értékét, hogyha ezt meg tudnám tenni, el tudnák odáig jutni, hogy egy vad tigrist megsimogathassak, akkor, akkor tudnám ezt a különbséget érzékeltetni, mint a házi macska simogatása és a tigris simogatása. Nem tudom, hogy ez most érthető volt-e. Az a lényege, hogy vérfagyasztónak azért én nem gondolnám ezeket a madarakat, hiszen általában a solymászatra használt ezek a középnagytestű madarak azért jó, hát most, hogyha akarnának, tudnának, meg tudnak is fájdalmakat okozni, de elenyésző köztük az olyan, aki mondjuk ember tud ölni. Most csak, hogy párhuzamot hozzunk, akkor a pásztorkutyák között jóval több van, aki ember tud ölni, hogyha akar vagy arra az a dolga neki. Arról nem beszélve, hogy itt még egy párhuzam, vagy egy különbséget hadd hozzak, hogy itt az embernek a madárral való kapcsolatban mindig alárendelt szerepet kell játszani, és nem játszhat mást, hiszen megint visszautalnánk a történelem előtti időkre, a szkíta időkre, ugye ott onnéttól jegyezték ezt föl, hogy egyik nagy erénye az elődeinknek az, hogy egymás segítő, egymásra támozgatva, egymást előre, maguk fölé emelve jutottak mindig előre. Ez most talán egy megint azért ötlött hirtelen az eszembe, hogy megint egy párhuzamot tudjak vonni a mindennapjainkba, arra, hogy ezt talán elfelejtettük egy kicsit. Itt jó lenne, hogyha visszatérnénk oda, hogy nem mindenki önmagát erőlteti előre, nem mindenki az egójából igyekszik hatalomra jutni és a mások kárára sérülni, előrébb jutni, hanem akinek képességei adottak, azoknak kutya kötelessége ezt továbbadni, és másokat tovább segíteni vele, hiszen így jutunk előre. Ha mindig csak egy-egy ember próbál előre jutni, azokkal a közösségeink nem jutnak előre. Azt azért ne vitassuk, vagy ne gondoljuk másként, közösségben kell az embereknek élnie, és az embernek kell a közösségre támaszkodni. Ez egy alapvető párhuzam. No, de visszatérve az alapvető kérdésre, most azon gondolkodok még, hogy milyen példát tudnák mondani, mert ez megint nem vagyok benne biztos, hogy mindenki értette. Tehát tulajdonképpen azt mondod, hogy egy alázatnak mindenképp kell az ember lelkében lenni, az állattal, a ragadozó állattal szemben, illetve azt is mondod, hogy ha jól értem, hogy nem baj az, hogyha maga az állat formál bennünket is, és nem pusztán olyan a reláció kettőnk között, hogy mi őt valamilyen módon formázzuk az elképzeléseink mentén. Ezt ugye mondod azzal, ami az előbb elhangzott. Így van. Teljesen értelműen, akkor mégiscsak érthető volt valamennyire. Abba azért hát ha nem tudunk megegyezni, akkor higgy el mindenki nekem. El szoktam mondani, én megengedhetek magamnak ilyen kijelentéseket, ezen a bolygón a sólyom a legmagasabb minőségű lény. És ezzel megmagyarázzuk azt, hogy nincs az embernek, egy egyszerű földi embernek nincsen más, tehát nincs más lehetősége, mint aláhelyezkedni, és ennél kevés nagyobb ajándék van a világban, hogyha egy sólyom bizalmát el tudja valaki nyerni, és együtt tud vele működni. Itt nem én működök együtt a sólyommal, nem ő működ velem így, hanem együtt működünk. Értsük meg, ez megint egy olyan kapcsolat, ami emberi társadalmak és kapcsolatunk az alapja, hogy a két egyén közt egy együttműködésnek kell lenni. Gondolom, ezt nem kell nagyon magyarázni, hogy egyik sem megy a másik nélkül. Tehát a solymász, azt szoktam mondani, hogy a solymászatban azért van hiba, mert sólyom kell hozzá, meg ember. Ha nem kellene hozzá ember, akkor nem lenne benne hiba. Hibázunk, de a relációban nem lehet más, nekem mindig alá kell helyezkedni. Ezt most a hétköznapokban úgy szokták elmondani, hogy a mesterem is így mondta nekem, hogy a rabszolgája
vagyunk a madárnak, kiszolgáljuk az igényét. Egyébként ez nagyon látványos, talán volt módodban ezen a bemutató vadászaton ezt megnézni, hogy tulajdonképpen talán a héjáknál a leg, hát mondjuk a solymok munkájánál is, hogy egy külső szemlélő részéről tulajdonképpen az ember az nem csinál más, csak viszi a madarat igazándiból, viszi a madár felszerelését, kiszolgálja, és a madár számára biztosít kényelmes, jó helyet, és tulajdonképpen csak kiszolgálja a madár, meg hát tulajdonképpen a kutyának is az igényeit. Ő tulajdonképpen a legalárendeltebb résztvevője ennek a kapcsolatnak, mert nem is a vadászat itt a lényeg, hanem ez a kapcsolat, és akkor lehet eredményt elérni, méghozzá nagyon, nagyon komoly eredményeket. És akkor visszatérve az első gondolatodhoz, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy gondoljunk csak bele, hogy itt van egy ilyen lény, mint a sólyom, aki évezredek óta nagyon kiválóan el van az ember nélkül. Semmi baja nincsen, kiválóan föntartja a genetikáját, párt választ magának, generációra kiválóan fönt tud maradni, és egyszer csak jön egy ember, és ezt itt a fontos tényező, hogy ez a sólyom, ez mindig egy szál magában él. Tehát nincsen szüksége neki társakra. Ragadozó, fog magának kellő mennyiségű zsákmány, az utódgondozás, meg a párválasztás rövid időszakán kívül mindig egy szál magában él. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy egyértelmű legyen, hogy számára nem egy ismert fogalom, vagy tudás, vagy minőség a csapat, a társ fogalma. És egyszer csak jön egy ember, aki ezt a madarat valamilyen módon megfogja, birtokba keríti, és elkezd vele dolgozni, elkezd vele kommunikálni, hogy fontosak legyünk, elkezd vele kommunikálni, és ez a madár mondjuk 14 nap múlva a megfogásától, vagy 21 nap, vagy néhány hét múlva mondjuk így szakít ezzel a sok ezer éves genetikai bevésődéssel, és hozzáköti ehhez az emberhez az életét. Na most ehhez ezzel szoktam magyarázni azt, hogy itt valaminek azért többnek kell lenni ember és madár között, mint hogy amit a laikusok látnak, hogy na majd nem adok neked enni, és akkor egyszer majd így adok egyet, és akkor odaröpülsz hozzám, és akkor hűde klassz nagy solymász vagyok. Tehát talán ezen keresztül könnyű, ha nem meg is látni, de talán elgondolkodni rajta, hogy itt azért olyan belső értékek, belső kommunikációk és minőségbeni módosulások vannak, amik egy kicsit túlmutatnak az emberi kommunikációkon. Viszont mindenképpen nagyon fontos tanulságokkal szolgálnak a mostani társadalmainknak. Viszont, hogyha ezt veszem alapul, amit mondasz, akkor lejár ez a 14 nap, ez a két hét. És a sólyom eldönti, hogy veled szóba áll-e, igaz? És lehet olyan választása, hogy esetleg nem, ugye? Tehát mi van, hogyha te úgymond emberi minőséged, ő neki nem felel meg? Van olyan? Ajaj, hát hogy ne lenne. Egy nagyon fontos dolog, hogy ugye, még egyszer mondom, minél kevés, tehát érintetlen ragadozókkal dolgozunk. Akármennyire is tenyésztettek az én madaraim, magam tenyésztem őket, azért ne értékeljük magunkat túl, évezredes genetikai bevésődéseket néhány generációs tenyésztésekkel vagy emberi felügyelettel nem tudunk megváltoztatni, de maradjunk a vadonfogott madaraknál. Talán láttad a solymászat, közben a madarak mind szabadon repülnek, szabad akaratukból dolgoznak az emberrel. Tehát ez egy nagyon fontos tényező, hogy amint átlépjük ezt a küszöböt, tehát az ember, na, hogy egyszerű, vagy érthető legyek, ez a néhány hét alatt én nekem meg kell győznöm azt a madarat, azt a vad állatot, azt a vad ragadozót, aki nem is ismeri, mi az, hogy társa van, akire rábízza az életét, akivel együtt él, vadászik, számára vadászik, biztosítja neki az élőhelyet, meg kell győznöm, hogy ő szakítson ezzel a sok ezer éves bevésődéssel, hiszen neki jobb az, amit én tudok biztosítani. Ezt így tudnám a mai nyelvre lefordítani, ennyi az egész. Erről kell csak meggyőzni egy solymot. Nem nagy dolog szerintem.
A kutya nyilvánvalóan egészen más pozícióban van ma. De ugye azt mondja a fáma, hogy valamikor egyszer rendkívül régen valami ehhez nagyon hasonló dolog történhetett. Tény, hogy egész más irányba folyt a kutya-ember kapcsolatának az evolúciója. De ugye magam is láttam, de mesélted is, hogy ti a solymász vadászatokon kutyákat is használtok. Nyilván elsősorban vadászkutyákat, de számtalan esetben például magyar pásztorkutyákat is alkalmaz a csapat. Tehát a kutya szerepe az ember mellett, mint ragadozójé, végül is hogyan alakul a te meglátásod szerint, és szeretném, hogyha azt abban a relációban gondolnád ezt végig, hogy a pásztorkutyáink közül az őrzővédő pásztorkutyáink elméletileg ugye azért vannak, hogy a vagyonunkat, vagy egy legeltető életmódban, ami ma már ritkább, de inkább egy statikus vagyonvédelmi szempontból őrizzék. Tehát vajon akkor hogyan változik a ragadozóval alkotó? Tot vagy alkotandó viszonyunk szerinted? Ugye a kutya helyzete, ugye azt azért szögezzük le, hogy domestikált állatról beszélünk, tehát ő masszívan az ember igényeit szolgálja ki. Erre képezzük a kutyáinkat, és ővelük szemben elvárásaink vannak. A solymászat nem nélkülözheti a kutyákat, jól képzett kutyákat, és ezt kimerem mondani, hiszen a vizsgáztatás során is elszoktam, a kutyákat vizsgáztatok, elszoktam mondani, hogy a solymász kutyákkal szemben sokkal nagyobbak az elvárások abban a tekintetben, hogy a solymász kutyának sokkal kisebb a hibázási lehetősége. Akkor inkább úgy mondom, hogy egy solymász kutya, aki madár alatt madárral dolgozik, sokkal nagyobb hibákat védhet, vagy sokkal nagyobb károkozása van, hogyha a hibát véd, mint egy puska alatt dolgozó madárra. Ezt azért egy gyorsan kitérek rá, hogy mire is gondolok ennél, mert biztosan vannak itt vadászkutyások is, és nem biztos, hogy fogják érteni. Egy egyszerű példa, ha a madaram kiképzése során éppen a képzéséhez neki pont kellene egy biztosan jól állt, helyileg pontosan tudott vad, és összeállt az a nagyon nehezen összehozható körülmény, hogy a madár is jó helyen van, az idő is jó, a kutya is jó helyen áll, jó vadunk is van, és azt a vadat kikelti egy rosszul képzett kutya, vagy nem jól állja be, egy rossz képességű kutya, akkor adott esetben akár több hét munkáját is teszi tönkre. Ha mondjuk ez egy puskás vadásznál történik, akkor legfeljebb nincs módja rálőni, vagy elhibázza a pálcán, és elmegy a következőig, nem történik semmi. És akkor még nem arról beszéltem, hogy van egy olyan elvárása, egy teljesen gondolom érthető elvárás a solymász kutyákkal szemben, hogy a madarak felé teljes közömbösséggel kell nekik lenni, tehát semmilyen agresszivitást nem mutathat. Még akkor sem, hogyha a madár a kutyát támadja. Na most gondoljunk bele, hogy ez alól aztán nem lehet tévedés, mert bizony azért egy kutyának egy solymot, egy ragadozó madarat megölni nem egy nagy húzás. Gondoljunk bele, hogy az a német vizsla, aki egy kan német vizslától feltétlenül elvárjuk, hogy egy rókát lefolytson, annak egy madár nem jelenthet problémát, tehát még csak pillanatokra sem feledkezhet meg magától. Ebben nem adhatunk tévedést. Tehát nem tévedhet semmiképpen sem a vadász kutya. Éppen ezért használunk nagyon szívesen magyar fajtákat, hiszen a magyar fajtáknak ez az öröklött megfelelési vágyuk, ez már eleve olyan mélyen kódolt, ami ez irányba sokkal nagyobb bizalom van. Na most ugye említette te is, hogy pásztorkutyákat is használnak néhány solymászok. Ennek pedig ott van az alapja benne, amit a mondanom elején mondtam, hogy nincs itt különbség igazándiból. Most, hogy eljutott odáig a kutyáknak a fajta kialakítása, és ezzel együtt a domestikációja, hogy specializált kutyáink vannak, ez nem jelenti azt, hogy egy ősiségében megmaradt pásztorkutya fajta ne lehetne ugyanolyan jó társa az embernek, hiszen mit várunk el tőle? Egész egyszerűen azt, hogy a kutya az ő fizikai képességeit
arra fordítsa, hogy a mi elvárásunkat teljesítse. Hát egy jó genetikájú puli, vagy egy jó genetikájú sinka néhány alkalom után kiválóan meg fogja érteni, hogy a főnök azt a fácán keresi ott a bokorba, amit egyébként nekünk nem szabad megfogni, de az a főnök nagyon-nagyon örül neki, hogyha megmutatom, hogy ott van, és csóválom a farkamat, amikor egészen közel vagyok, akkor a főnök odajön, főzavarjuk, és akkor a héját utána dobja, és még a fejét meg is kapom utána, jaj, de klassz lesz. Hát ennyi az egész. Ennyi az egész. Az a kutya, az azt lesi, hogy hogyan tehet nekem hasznot. És ebben nincs különbség vadászkutya vagy pásztorkutya között, csak annyi, hogy a pásztorkutyákban talán jobban benne van. Benne kell, hogy legyen. Igen, köszönöm szépen. Igen, igen, azt hiszem, hogy rendkívül érdekes dolgokra hívtad fel a figyelmet, mert valóban sokan abszolút ketté választják. Viszont mondtál egy talán kulcsfogalom, de majd mindjárt kiderül, hogy tényleg az-e. Azt mondtad, hogy ősiségében megtartott pásztorkutya fajta. Mit is értesz ez alatt pontosan? Hát, azt kérem alásan, hogy ezeknek a kutyáknak a kialakulását ugye olyan időrendi távlatban vannak, hogy ezt kutatnunk kell. Hogy valójában néhány ugye vadászkutya fajtáknak főleg tudjuk, hogy honnét vehetjük fajtának őket, hiszen valamilyen célra lettek kialakítva. Ezt a pásztorkutyáknál azért nem mindig lehet tudni. És ugye nagyon-nagyon fontos, hogy valamelyik fajta, vagy illetve nem valamelyik, hanem mindegyik fajta, szerintem teljesen egyértelműen ott tudja megőrizni a legjobban az ősiségét, ahol a folyamatában, a tevékenységével, a kialakulásával párhuzamba levő szükségletek folyamatosan fennállnak, és ettől nem távolodik el. Most, hogy miről beszélek, ezt nyilván mindenki érti, nem akarom kerülgetni a témát, legyünk őszinték, a 8. emeleten a panelban a puli nem fogja jól érezni magát, és nem fogja megőrizni az ősiségét, sem külsőségében, sem belsőségében. És mint tudjuk, a genetika már eljutott oda, hogyha megváltoztatunk egy-egy belső tartalmat, akkor annak kutya kötelessége párhuzamban megváltozni a külsőségeiben is. Ezt több fajtánál már nyomon követtük, ne tessék ezzel próbálkozni. Igen, pontosan erre gondoltam, hogy nagyon-nagyon egyrészt, hogy rendkívül sokan úgy érzik, úgy gondolják, jól lehet, könyvtárnyi irodalma van, hogy az egy tévedés, hogyha megváltoztatom a genetikai hátteret, akkor külsőségében nem fog megváltozni a fajta is, viszont nagyon-nagyon régóta bizonyított tudományos tény is, hogyha az egyikbe belenyúlok, a másik is egy dominó elv alapján változik, és nem is nagyon kell sokat várni, tehát azonnal egy utód generációban már-már mutatkoznak az eltérések. Viszont még többen teszik fel azt a kérdést, hogy rendben van, a kultúra gyönyörű, a hagyomány nagyon szép, adott esetben bemutatókon, hagyományőrző bemutatókon ez még akár szórakoztató is lehet. Tehát van ebből egyfajta mediatizált tartalom, ami az embereknek egy fogyasztási termék ma, és talán a pásztorkutyák világáról sokan gondolkodnak úgy, hogy az ő munkaterük elfogyott. Talán még valamennyire a porták őrzése, védése terén volna lehetőség megvalósulni, de hát ott is ezek a rendkívül heves őrzővédő tulajdonságok, amelyek az ősiségében megtartott fajtákra jellemzők és egyedekre jellemzők, azok nem biztos, hogy mindig kívánatosak. Neked van-e tapasztalatod? Tudom, hogy van, de hát mit gondolsz? Hát ugye a vadászkutyák kapcsán ez nem kérdés. Tehát mindennél fontosabb egy-egy fajtánál, hogy a fajta megőrizze a kitenyésztési célként megfogalmazott tartalmakat, ezen ne beszélgessünk. Maradjunk akkor a pásztor kutyáknál. Hát a fájdalommal gondolok erre, hogy sokan azt gondolják, hogy a pásztor kutyáknak nincs már keresnivalójuk, azon mondjuk ne vitatkozunk, valóban beszűkül a szükségleteik, de én azért azt gondolom, hogy el nem fog tűnni az igény ezekre a pásztorkutyákra, tehát valójában a szabadtartásos állattartás azért csak nem fog eltűnni, és valóban ez teljesen egyértelmű, hogy ezek a nagytestű őrző kutyák bizony ezekben az objektum védelmekben nagyon jól megállják a helyüket,
bár valójában ez igazándiból akkor lenne, hogy is mondjam, talán szinte teljes, hogyha ezek az objektumok, tehát hogyha nem bekerített udvarokat kellene védeni, hanem bizony ezekben az őrző kutyákban levő korlátok is benne maradnának, mert ugye azért azt gondolom mindenki tudja, hogy egy komondornak mondjuk, amikor a tanyát kell védeni, akkor nem az a dolga, hogy a negyedik tanyánál még mindig üldözze a postást. Tehát szó nincs róla. Ha viszont, mint ahogy az imént mondtuk, hogyha megváltoztatjuk a genetikát, tehát bekényszerítjük egy kerítés mögé, akkor ez az önkontroll, ami az ő genetikájában benne van, hogy ezt a relációt meg kell tartani a tanyától, de tovább nem megyünk, nagyobbat nem kevédünk, ez ugye csökevényesedni fog, ennyit csak erről, de én azt gondolom, hogy illetve nem azt gondolom, hanem ez a tapasztalatom, és szentül meg vagyok róla győződve, hogy ezt megint emberi szempontból, hiszen a fajták kialakítása is emberi igényeket szolgált, így ezt nekünk kell megfelelően kezelni. Igenis, kín a pusztán, ahol tanyákat kell őrizni, ahol nyájakat kell őrizni, ott vegye mindenki tudomásul, mert az ember felejtett el, nem a komondor, nem megyünk oda a tanyára csak úgy, hogy megérkeztünk. Nem ugrunk ki a kocsiba, nem kopogtatunk be az ajtóba, mert bizony a komondor le fogja harapni a bal első lábunkat, mert neki meg az a dolga. Mi felejtettük el, még egyszer mondom, hogy hogyan kell viselkedni a tanyavilágban. Nem megyünk éjszaka biciklivel át a szomszédhoz, például ilyenek. Mert a kuvasz ezt nem fogja eltűrni. És lehet, hogy napközben az a kutya engem kiválóan megismert, ő neki éjszaka szolgálata van, és nem enged. Na, most ugye nyilván ezeket a példákat mindenki ismeri, vagy ismerheti. Egy a lényeg, amit mondani szerettem volna ezzel, hogy ezt nekünk kell helyén kezelni. Tehát ettől még nem kell tönkretenni fajtákat, nem kell ráncra verve tartani a kuvaszt, hogy meg ne harapja a postást, hanem egész egyszerűen, ahol a kuvasznak nincsen munkája, nincsen rá szükség, ott mondjuk egy puli is körbe tudja csaholni a házat, ha már pásztorkutyás fajtáknál tartunk, vagy uram, bocsánat, egy pumi nagyon-nagyon jó társa lehet egy háztáji baromfi állománynak is, nem kell feltétlenül egy komondor. Tehát ezt, én azt gondolom, hogy ez megint az egyén, az ember felelőssége, hogy a megfelelő helyre, a megfelelő kutyát, a megfelelő munkára a megfelelő kutyát használjuk. Köszönöm szépen. Hogyha viszont nem a háztáji őrzése, védelme a dolga az őrzővédő pásztorkutyáknak, hanem mondjuk egy legeltető pásztorkutyás, legeltető életmódot folytató gazdasági egységet szemlélünk, ahol ezek a kutyák nagy ragadozókkal találják szembe magukat, akkor nekik ritkán harcolni kell, de inkább megelőzni a nagy ragadozók támadásait. Nyilvánvalóan egészen más képességekre van szükségük, mint egy családi kutyaként az életét, ugyanabból a fajtából származó kutyaként éli valamelyik, legyen ez akár komondor, kuvasz, ha csak a magyar pásztor, őrzővédő pásztor kutyafajtákat nézzük, vagy akár bármelyik másik külföldi. Akkor az lenne ugye... Hát... Bocsánat, mondja csak. Nyugodtan, ami eszedbe jutott, mondja, de a kérdésem még föl van írva. Ja, hát annyi csak, hogy lehet, hogy ez megint emberi tényező. Most mondtad, hogy másként éli az életét, mást várunk el tőle, de azért maradjunk annyiba, hogy a kuvasznak is, a komondornak is, a kaukázusiaknak is, hát ez az elsődleges feladata. Hát ez az elsődleges feladata, ugye miért ülünk lóra? Hát azért ülünk lóra, mert nem tudunk elég gyorsan futni. Hát miért tartunk kaukázusi kutyát? Azért, mert gyengébbek vagyunk, mint a medve. Viszont ő meg erősebb. Tehát erre megint nem tudok mást mondani, hogy az a kuvasz meg az a kaukázusiban jó helyen, akinek fel kell vennie a harcot a medvével, a farkassal, a hiúzzal, mert ő neki ez a dolga. Nyilván ezt most a Kárpát-medencében nem tudjuk megélni, de hát ugye vannak erre törekvések, hogy a fajtáknak a genetikájából ez ne vesszen ki. Én szerintem ez ezeknek a pásztorkutyáknak
a fajtáknak az életében ez létfontosságú. Tehát ha tetszik, ha nem ennek a harciasságának, a keménységének, ennek benne kell lenni. Ugye persze könnyű most a kényelmes megélhetésünk, meg biztonságos lakásaink mellett ez mellett legyinteni, de gondoljuk már hát ezt egy kicsikét mondjuk. Nem kell egyébként olyan történelmi távlatokat áthajolni. Egyszerűen, ha elmegyünk Erdélybe, még mindig vannak azért olyan családok, akiknek az életük múlik azon az egy-néhány tehénkén, akit, hogyha elvisz az a medve, akkor azért gonosz dolgok történnek. És hogyha ott egy pár jó kuvasz ezt meg tudja őrizni, akkor bizony jó magyar embereknek a túlélését, a megélhetését tartja fönn, mint ahogy tartotta fönn a történelembe egész idáig. És ez egy olyan érték, amit egyszerű emberi nem törődömségből vagy kicsinységből, én szerintem ezt fölött nem szabad elsiklani. Tehát maradjunk annyiba, hogy ezeknek a kutyáknak elsődrendű fontosságú, hogy a kellő mértékű vadságuk megmaradjon, hogy alkalmasak legyenek ezekre a feladatokra a szükség esetén. Igen, köszönöm szépen. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a pásztorkutyák egy az egyben legyőzhetnek akár medvét, vagy 3-4 pásztorkutyának ténylegesen esélye van egy jó pár száz kilós macival szemben. Közben ez valószínűleg nagyon nem így lehet. Jó lehet, hogyha nincs kutyája egy pásztornak, a támadás bekövetkezik, akkor puskája van, és a nagy ragadozó nem éli túl a találkozást jó eséllyel. Tehát valahol ez egy vadvédelmi intézkedés is, hogy kutyákat alkalmazunk, hogy ők távol tartsák, nem biztos, hogy aktív küzdelmi helyzetbe keveredjenek a nagy ragadozóval, hanem inkább csak távol tartsák őket a haszonállatoktól. De ahhoz, hogy ezt tényleg meg tudják tenni, egészen nyilvánvalóan olyan pásztorkutyákat kell tenyésztenünk tudni, akiknek tényleges esélyük van a ragadozókkal szemben. Ehhez a tenyésztőnek valahogy egy kicsit bele kell tudni látni a ragadozó fejébe. Mi folyik egy ragadozó fejében? Hogy gondolkodik? Hogy látja a világot egy ragadozó? Igen. Jó, értem, bocsánat, ezt az előbb nem válaszoltam erre a kérdésre, mert ez nekem annyira evidens, hogy így van. Tehát azért maradjunk annyiba, hogy a kubasz nem öl medvét, tehát szó nincs róla. Viszont válaszolva akkor a második kérdésedre, hogy talán egy egyszerű párhuzamot vonnák, ha vannak itt vadászok, akkor, vagy vadászkutyások, akkor a disznós kutyák példáját hadd mondjam, hogy amikor egy terrier nem jó, vagy nem azt mondom, nem jó vérvonalú, maradjunk annyiba akkor, hogy ne bántsunk meg senkit, nem elég temperamentumos. Akkor a vackába fekszik a disznó, és ugyanúgy fülel, mint ahogy elmegy mellette a hajtó. Na de amikor kellően temperamentumos terrierek harapnak a seggébe, akkor úgy megy, ahogyan annak menni kell, vagy mondjuk a kopók, akkor egyszerűen. Na ugyanerről van szó, hogy kuvasz, vagy komondor, vagy kaukázusi, aki mondjuk 3 méterről szépen nagy paroklobogtatva körbecsaholja a medvét, attól, amíg a medve nagyon kiválóan leüti a Mariska néni tehenét, a hóna alá csapja, és elszalad vele az erdőbe, vagy akárhány birkát főmarkol, is elszalad vele. De viszont az a kuvasz, aki a párjára támaszkodva, mert mondjuk 2 vannak, vagy 3, vagy 4, attól függ, mekkora nyájat őriznek, mennyi kutyát tudnak eltartani, mekkora a veszély, nem engedik, hogy letegye a medve az első lábát, akkor már nem tud kárt okozni. És ilyen formán nagyon jó a gondolatmenet, gratulálok, ezt erőltessük minél többet, hogy így van, megmentjük a medvéket, és akár azt innétől fogva hasznosíthatja az is, akinek a tulajdona, vagy akinek módja van rá, de azért azt még tegyük hozzá, hogy ahogyan a solymászat esetében szoktam ecsetelni a riasztási tevékenységünket, azért azt ne felejtsük el, hogy azt a nyájat, amelyiket ilyen kuvaszok vagy kaukázusik őriznek, ahol véletlenül oda keveredik egy medve, és olyan rámenőség a kutyák, hogy nem tudja letenni a medve az első lábát, értsd, mindig föl kell neki magasodni, védekezni kell, körbe kell nézegetni neki, oda nem jön vissza, hát neki nincsen arra ideje, mert ugye azért azt tudja mindenki, hogy a medve nem önszántából megy oda,
hanem azért megy oda, mert már nincs más választása. Ugyanez a róka is nem azért viszi el a tyúkunkat, mert gonosz egyébként, hanem azért viszi el, mert kölykei vannak, és egyébként sem jó zártuk be, tehát egy könnyen elérhető zsákmány. Ha ezt mi megnehezítjük neki, ami a mi dolgunk, fönn a hegyen nyilván a kuvaszaink, komondoraink, vagy kaukázusiainknak a dolgát megnehezítjük, esze ágában nincs, ő nem harcolni akar. Értsük meg, a ragadozónak, a ragadozó létnek az egyik alapja, ez az energia egyensúly, a mai világban talán mondjuk üzletnek, hogy nem jó zsákmány az, ami többe került, mint amennyit ér. Tehát nem hagyhatjuk ott az egyik lábunkat azért, hogy ellopjunk egy macskát. Tehát azért nem jön be a medve a tanyára, hogy a kaukázusik letépjék a hátáról a bőrt, de egyébként egy kakast föl tud kapni és el tud szaladni vele. Tehát ez nem jó. Magyarán visszatérve a kérdésedre, hogy válaszoljak, és ne csak példákat hozzak, hogy a ragadozónak mindig mérlegelnie kell. Ugye a madaraknál még erre, csak hogy erősebb példát hozzak, ugye ennél sokkal inkább el kell kerülni a sérülést, mert hiszen egy sólyomnak mondjuk eltörik két elsőrendű evezőtolla, azzal meg van pecsételve az élete. Tehát nem fog tudni gyorsabb lenni a zsákmánymadarainál, zsákmányállatainál, holnapra még gyengébb lesz, és el fog pusztulni. Még ha adott esetben meg is menti az életét hirtelen abból a támadásból, amiben eltört a kormánytolla. Ezért is van az, hogy mondjuk egy vándorsólyom nem fog fácán kakas természetes körülmények között. Nem ez az elsődleges zsákmány. A kár a vadászok köréből ezért gyűlölni a ragadozó madarakat, nem fog. Neki ez nem gazdaságos, nem biztonságos, sőt, tovább megyek, nem is tud vele mit csinálni, csak gondoljunk bele, hogy egy 60 dekás hím vándorsoljon, mi a fenének harcoljon egy számára nagyon komoly másfél kilós fácánkakassa, amikor igazándiból csak 10 dekát tud belőle megenni. Nincsen semmi értelme. Sokkal egyszerűbb neki a nagy magasságba közlekedő seregély csapatból egy kiöregedett tojót kirúgni, akit teljes egészében el tud fogyasztani mindenféle kockázat nélkül. Ugyanez vonatkozik a négylábú ragadozókra, a szörmésekre is, hogy ő neki nem gazdaságos az, hogy minden este másfél órát mentse az életét a komondoroktól, mert hogy hát, ha be tud szagolni a juhodájban. Nem, ez nem így. Viszont mi emberek tenyésztjük ezeket az állatokat, és ahhoz, hogy ténylegesen jól tudjunk gazdálkodni az ő bennük lévő erőbázisokkal, ahhoz valahol nekünk is élni és érteni kellene ezt a logikát. Ugye most próbáljuk ezt megmagyarázni, és nagyon szépen köszönöm, egészen kimerítő válasz volt, és hogyha szeretnél legközelebb mesélni valamit, nyugodtan, mert nagyon jó volt hallgatni. Úgyhogy kérlek, érezd magad felhatalmazva, vagy egy picikét elkalandoz, ha úgy adódik, egészen nyugodtan. Tehát oda akartam volna visszatérni, hogy mi magunk valahol nem ismerjük az energetikai egyensúlyt. Ez a kultúránkban benne van, különösen, hogyha itt a Kárpát-medencei kultúrát nézzük, az ősiségünkben. De a modernitás ezt nem igazán tartja meg. És talán ezért van az, hogy akár tenyésztőként is, nagyon nehezen tudunk ráhangolódni mindenre, és nem is biztos, hogy minden tenyésztő érti azt, amiről mi most itt beszélgetünk, hogy milyen szükségessége van annak a pásztorkutyafajtának, akit ő szívből szeret, lelkes, tényleg jót szeretne, de valahogy nem igazán érzi, nem igazán érti. Tudnál esetleg javasolni valamit, hogy aki ő közülük érdeklődne, az merre induljon saját magával? Hát erre most nem tudom, mit mondjak, nekem ez olyan evidens, hogy nem tudom, talán onnét indulnák el, hogy az egyik alapja ez, amit te is említettél, rendszeresen visszatérünk erre a problémára, hogy az emberiség, vagy most vegyük magunkat, olyan jó körülmények között élünk, ami soha nem volt. Tehát ha tetszik, ha nem, lehet itt most pláne a választások kapcsán nagyon jól lehet siránkozni, meg szidni ezt, meg azt, meg ezt megkapunk, meg ezt nem kapunk meg. Maradjunk annyiba, nem szűkölködik semmiben. Nem tudja a mostani társadalom, mi az éhezni, mi az fázni, mi az szomjasnak lenni. Nem kell nagy történelmi távlatokat menni egyébként
hogy ezekre visszaemlékezünk, ebben megállapodhatunk, hogy az emberiség, vagy mondjuk így most akkor, hogy soha nem éltünk ilyen jó körülmények között. Ezzel valahol úgy járunk, mint amit itt most a pásztorkutyás témákban beszélünk, hogy marha jó, nem kell megvédeni magunkat semmivel, éppen csak kicsit úgy kell csinálni, mint hogyha ha harcolnánk valamiért, vagy csinálnánk valamit, és az már elegendő. Hát talán ezen gondolkozzunk el egy kicsit, és ne kövessük el ugyanezt a hibát a kutyáink kapcsán. Vagy akkor fordítsuk ezt vissza, becsüljük meg azt, hiszen nem önerőből jutottunk el ide. Azért ne felejtsük el, hogy olyan történelmi eseményeken vagyunk túl, aminek eredménye a mostani jóléti világunk, ami hát azért legkevesebb az, hogy tiszteletre méltó. És akkor, hogy fordítsuk ide vissza a kutyás világra, azért, mert nekünk most a kutyáinknak nem kell harcolni az ennivalójukért, nem kell az életük árán megőrizni a mi vagyonunkat, a nyájainkat, vagy értékeinket, attól ne tegyük őket tönkre, becsüljük az elmúlt történelmi koroknak az áldozatait annyira, hogy most a pusztán magunk jóléte miatt, vagy a fölöslegesnek vélt harciasságot ne hagyjuk már el, hiszen alapvető lényege ez, hogyha most konkrétan ezekről a kutyákról beszélünk, és hogy visszautaljak a mondani valómra, erre utaltam a madaraknál, tehát hogy a madarak genetikája hozta előket idáig, a sólymoké, ami a lehető legmélyebb vadságot tartalmazta. Ezért nem szabad kivennünk belőle még véletlen sem, hiszen ez a tartalmának a lényege. Ez talán egy olyan párhuzam, ami talán érthető. Igen, én szerintem teljesen is azt gondolom, hogy ismét egy ászlabdát adtál nekem, amikor kimondtál egy olyan fogalmat, ami ma tényleg megkérdőjelezett, és te jelezted is, hogy az, és ez a harc. Tehát valahogy nem értjük, hogy a harc az miért jó, vagy jó-e egyáltalán. Hogyha a magyarok ősiségét nézzük, akkor a küzdelem és a harc mitológiájában találunk egyszer egy olyan típusú egymásnak feszülést, amiből mind a két egymásnak feszülő fél egy pozitív békicsengéssel távozik, és tudjuk az emberiség kultúrtörténetéből, hogy létezik olyan is, ahol az egyik testvér a másik életére tör sikerrel, és ezt semmiképpen sem hívhatnánk igazából a nemes harcnak, ezen utóbbi természetesen. Én azt gondolom, hogy az emberek fejében és lelkében teljes zűrzavar van. A harc egy abszolút pejoratív fogalom, egy negatív valami, egy rossz-rossz elkerülendő, és te pont azt mondtad éppen az imént, hogy nem ártana egy kis viszontagság, nem ártana egy kis küzdelem. Hogyan tegyük rendbe mindezt? Igen, csak hogy ne adjak támadási feltét, én azt mondtam, vagy úgy azt szerettem volna mondani, hogy becsüljük meg azt a harcot, amit eleink vívtak meg azért, hogy nekünk jó legyen. Hát, hogyha most konkrétan a harc, mint ideológiai vagy gyakorlati tevékenységre gondolunk, akkor a semmiképp nem lett negatív. A kiválasztódásnak egyik alapja a harc. Hogyha ezt helyén kezeljük, és megint visszautalnánk az ősiségembe, ahol a legyőzött ellenfelet nem kiírtjuk nemzetestül, hanem magunk elé emeljük, hiszen sokszor elhoztam már példának, és itt az egyik belinkelt filmemben talán el is mondtam, hogy nem akarnám újra elmondani megint a héjának a párválasztását, ami az első kapcsolatfelvétel két lény között, a párválasztás, mert az emberi közvetlen kapcsolatból lesz aztán család, a családokból lesznek aztán nemzetségek, a nemzetségekből lesznek aztán nemzetek, és így épül föl a világ. Tehát a legelső lépcső is harcra van alapozva. Az más dolog, hogy egy ilyen egyszerű agresszív lénynél, mint a héja, ez fizikai harcot jelent, és megint más dolog, hogy egy magas szellemiségű lénynél, mint a sólyom, ez sokkal inkább jelent verbális harcot, de ez harc. Tudunk egymás szemébe nézve is harcolni, aki el tud arra szinte jutni, de van, akit pofán kell vágni, hogy úgy mondjam, hogy megértse a dolgot. Egy a lényeg, hogy ebből mit tudunk tanulni, és hogyha önmagunkat mindig a legnehezebb legyőzni, ezt nyilván ezt, akik mélyebben belegondol, pontosan tudja,
És hogyha le tudom magam olyan szintig győzni, hogy akár a legyőzött ellenfelemet is magam javára használva, magam elé emelve, vele, ugye mi ebben a lényeg? Az a lényeg, hogy szövetségre lépek vele, megmértük egymást, hogy ki mekkora, meddig jut, meddig ér, mekkora erő, de bármekkora is, együtt mindig többek vagyunk, mint külön-külön. Ez ennek a lényege. Ezért kell, hogy legyen. Most, hogyha megint egy solymászati példát szeretnék hozni, ott van a meggyőződésem, hogy a héjával való vadászatnak az egyik csúcsa az, amikor tojóhéjával nyulászunk, tehát nyúlra vadászunk. Csak hogy értsük meg, hogy miről is van szó. Van egy solymász, és van egy héjája. Talán többen ismerik, mi az a héja. Mondjuk egy kilós, hát jó, most nem fogok tudni fajta leírást adni, egy a lényeg, egy kilós, alacsony röptű ragadozó madár, egy kiló. Se keze, se foga nincsen, két lábán 8 erős karma van. És ez a madár, ez alkalmas arra, hogy a solymász számára, a solymásszal zsákmányoljon mezei nyulat. A mezei nyulat, azt gondolom, többen el tudják képzelni, azért az egy 4-5 kilós, 4 lábán, 16 karommal a szájában, 4-3 centis foggal rendelkező. Aki fogta már meg a fülét, az tudja, hogy mekkorát tud rúgni. Na, kérem alásan, ezt a héjának esze ágában nincsen megtámadni természetes körülmények között. Persze van olyan alkalom, amikor sérült, vagy úgy látja, hogy előfordulhat, de nem természetes zsákmánya. Viszont jön egy solymász, és ezt a vad madarat, ezt a héját, azt mondtam már, befogja, és ráveszi valamilyen kommunikációval, meggyőzi arról, hogy neki jó egy számára ilyen életveszélyes zsákmány megtámadni, hiszen ott vagyok mögötte, és segíteni fogok neked. Az én kis béna lábammal utol foglak kérni, neked annyi a dolgod, hogy addig fogjad, amíg én odaérek, és ketten együtt már győzni fogunk, és lesz mit ennünk, és ha összefogunk, a mindannyiunk hozzáadja a képességét, és ez nagyon fontos erre, hogy megint mindjárt fogok mondani valamit, akkor egy számodra is, számomra is elérhetetlen, külön-külön mindannyiunk számára elérhetetlen eredményt fogunk elérni. Nem tudom, ez érthető-e? Kívántál mondani egy történetet? Ja, igen. Várjál, mi is volt, mit akartam? Mivel kapcsolatban? Szerintem a kölcsönösséggel, hogy a madár és te együtt megfelelő zsákmányhoz juttok rendszeresen. Azt hiszem, hogy ezzel, hogy meggyőződ a madarat. Azt hiszem, hogy ide akartad betoldani valahogy. Ja, igen. Bocsánat, ez most kiment hirtelen a fejemből, hogy mit is akartam. Mindjárt el kellett volna mondani. Igen, lányos zavaromba. Ezt most elfelejtettem hirtelen, de mindjárt szembe jut. Igen, egyébként a gondolat fontos volt, és hát, hogyha közben majd ez előbukkan, de a gondolat nagyon fontos volt, hogy a madarat meggyőződ arról, hogy veled együtt ő sikeresebben fog tudni táplálékhoz jutni, és így a saját fennmaradását, megmaradását biztosítani. Igaz? Tehát ezt értetted mindaz alatt, amit mondtál. Igen, nyilván abban a teljes mértékben, ugye a madárban nem látunk bele, hogy az ő agyába mi megy, ahhoz mi keveset megyünk, de nyilván amikor ugye mire törekszik? Biztonságra. Tehát azért minden élőlény biztonságra törekszik. Ahogy mondtam, a ragadozó is minél kevesebb, akármilyen hihetetlen, de minél kevesebb zsákmányolásra, minél kevesebb harcra törekszik, minél nagyobb nyereségre. Ahogy mondtam, ez, ahogy tetszik, egy üzlet. Ez törvény. Ez törvény. Ez könnyű szerintem megérteni. És hogyha olyanhoz tudod hozzájuttatni, ami megint az ő értékrendjébe elképzelhetetlenül jó, akkor nyilván ezzel nagy eredményt lehet elérni. Ez számára egy nagy jutalom. Egyébként csak visszatérve gyorsan erre a méretarányra, hogy ez mekkora nagy dolog, hogyha esetleg itt a hallgatóság vagy a nézőség nem nézi túl nagyra azt a nyúl vadászatot, azért azt azért egyrészt a
Szirtisasnak való zsákmány egyébként a nyúl, tehát leggyakrabban a szirtisasokkal nyúlra vadászunk, és hogyha a testarányait, ahogy mondtam, 4 akár 5-szörös testméret különbség van a héja meg a nyúl között, azt szoktam mondani, hogy arányaiban ez valami olyasmi, mint hogyha egy férfi embernek azt mondanák, hogy ott a mező túloldalán szalad egy hím gorilla, gyorsan szaladj oda, fogd meg, csak addig kell fogni, amíg oda nem érek, és le nem szúrom, annyi a dolog. Tehát valami hasonló párhuzam. Igen, köszönöm szépen, azt hiszem, hogy ebben most mindannyian jól beleértük magunkat ebbe a hím gorilla lefogási állapotba, és rögtön kezdtük is átérezni valahol, hogy azért komoly súlya van a helyzetnek. Tehát az, hogy bennünket te 14 nap alatt meggyőzél arról, hogy klassz partner vagy egy ilyen menetben, hát ügyes legyél. Ügyes legyél, azt hiszem. Rendben. Tehát a ragadozó fejében valami ilyesmi folyik, és mondd csak, hogy tapasztalod, hogy jó az a ragadozónak? Hiszen mondtad az előbb, hogy elkényelmesedik a pásztorkutya, a pásztorkutyák kapcsán mondtad, és talán az nem nagyon jó, hogyha nincs meg egy folyamatos kihívás, nincs meg egy folyamatos olyan természetes inger halmaz, ami őt éri, de legalábbis azt a leszármazási ágat vélhetően, amelyben ő megszületik, származik, tehát időnként muszáj egy imprint legyen. Nem rossz az, hogyha a ragadozó veled elkezd együttműködni, és neki ettől nagyobb lesz a biztonsága, könnyebb lesz az élete? Nem veszít el a potenciájából fontos részeket? Jó ez neki? Ahogy említettem, ugye semmilyen tompulás nem cél. Ugye magyarázzuk úgy, hogy igyekezzük a zsákmányolás érdekében a madarat jó pozícióba hozzuk. Igen ám, de a vadmadárral ellentétben szerszám van. Van például csörgő rajta, ami a üldözéskor nagyon pontos irányt ad a menekülő zsákmánynak, hogy honnét üldözik. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal inkább megnehezítjük a solymász madár dolgát, mint amennyit segítünk rajta. Akkor, hogyha viszont mondjuk a magas röptőekről beszélünk, a solymokról, akkor az ő zsákmányolása viszont semmiben, tehát az ő vadászata, az ő napi mozgása semmiben nem különbözik, vagy nem kisebb mértékű, mint egyébként a természetes zsákmányolása. Csak mondjuk talán annyiba, hogy egyébként mondjuk egy hím vándorsolyomnak elég naponta megfogni mondjuk egy seregét, vagy egy dolmányos varjút, mi pedig a képességeit, vagyis hát nem is a képességét, hanem a természetes, jóval meghaladó zsákmányokra vadászunk, fácára, vadkacsára, vadlibára vadászunk velük. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a madaraink elkényelmesednek pusztán azért, mert a létüket biztosító zsákmány, tehát eleséget gyakorlatilag tőlünk kapják, hiszen a természetesnél jóval nagyobb erőkifejtésre, vagy kombinációs készségre, tehát tevékenységre kell gondolni a solymászat közben. Köszönöm szépen. Nagyon sokan azt is megkérdőjelezik, meg kell mondjam neked, a pásztorkutyák világában, hogyha megengeded egy picikét, kalandozzunk vissza konkrétabban, hogy minthogyha odaadnánk medve és farkas eredelnek a kutyáinkat, akár az olyan természetvédelmi programokban is, amelyek éppen azt célozzák komondornál, kuvasznál, bármelyik másik kutyafajtánál, akár Magyarország, a mai Magyarország területén, vagy kívül rajta, vagy egy egész más kontinensen legyünk, mindenhol előfordul az a vélemény, hogy feletetjük ezeket a kutyákat a nagyragadozókkal. Mit gondolsz a vesztességről, amikor elhullik egy állat, akár küzdelemben hullik el? Hát most akkor, de vállalom a népszerűsége erős romlását, de ugye azt már leszögeztük, hogy a kutyáknak az az elsődleges feladatuk, hogy biztonságot teremtsenek a nyáj az értékeink kapcsán. Ez a dolguk. Na most akkor az én véleményemet hadd tolmácsoljam úgy, hogy egy valós példa, ez velem történt meg, és valós környezetben, tehát Erdélyben egy solymász barátommal elmentünk egy tavaszi párhetes túrára, és
jó magyar emberek lovaival fölmentünk a hegyre, kihajtottuk a legelőre a csikókat, fölmentünk velük a hegyre, és esti beszélgetésnél a tűz mellett mutatja nekem azt a kancát az ottani barátunk, és mondja, hogy hát ennek a kancának most nincsen csikaja, mert elvitte a medve a télen. Ha te mondom, ne viccelj, már hát nincs itt valami vadásztárság, mint nálunk, hát hisz még a kukoricára is vadkárt fizetünk, hát egy csikóért, hát nem igaz, hogy még itt a nálunk két szem tyúkért is a nyakunkra járnak. Hát nincs, aki megfizes. Nincs, ezt mondom. Hát mondom, figyelj, ugye mi van nálunk, rögtön előjön, hogy te mondom, hogy nincs itt a hegyen nektek valami eldugott puskát, hogy ezt a medvét vórésre tanítsa valaki, hát mondom, viszi itt a csikókat, hát ne vicceljünk már. Azt mondja, figyelj ide, ha az a medve meg tudta fogni azt a csikót, akkor nem volt az olyan jó csikó, hadd vigye. Na tehát, kérem alássan, az a kuvasz, aki hagyja magát agyonütni a medvétől, annak nincsen helye a fajtában. Sajnálom. Ez a dolga. Ha nem jól teszi, és rajta veszt, akkor bizony az nem való a fajtájában. Megint csak odautalnák, hogy azért, hogy mi itt a Kárpát-medencében nyugodtan élhetünk, nagyon sok jó magyar ember adta az életét nagyon hosszú történelmi időszakokban, hát akkor hát vegyük magunknak a bátorságot kimondani, hogy ne sajnáljunk egy-két egyébként nem megfelelő genetikájú vagy megfelelő képességű kutyát ahhoz, hogy megőrizzük ezt az örökséget, vagy ennek az örökségnek egy nagyon fontos szeletét. Igen, azt hiszem, hogy egyáltalán nem hiszem, hogy a népszerűséged ezzel most sokat romlott. Sőt, én azt gondolom, inkább emelkedett ennek a vélemények a megosztásával, és nagyon szépen köszönöm. Én úgy gondolom, hogy nem tőlem hallod először, hogy az állatvédelmet, mint olyat, magát az elképzelést rengetegen félreértik. Ugye pontosan az az alapítvány, amely a Kepkont is szervezi, és amelyet én hoztam létre, pontosan azt próbálja mondani, hogy az embert kell visszahelyezni a természetbe, és nem a természetet kell megvédeni az embertől. Nem kell megvédeni, szépen az embert vissza kell vezetni, és teljesen tökéletesen mindenki be fogja látni azokat a tóligokat, amelyek között az ő élete a legjobb, a legegészségesebb, és pontosan a mai életmód az, ami körülött ez kusszává válik, érthetetlenné, áttekinthetetlenné, és hogy lássuk meg, akár a pásztorkutyák erejében és vehemenciájában, temperamentumában, ahogy te fogalmaztál, azt az őserőt, amely segít nekünk kalibrálódni. És mondd csak, akkor hogy láttad, hogy ez a pásztorember odakint a csikó elvesztését emocionálisan hogy dolgozta fel? A kérdés bután hangzik, de egy mai Magyarországon élő, akár városban szocializálódott ember szempontjából a kérdés teljesen értelmes. Az Esztenán élő emberek szempontjából vélhetően nem tűnik túl bölcsnek, de azért megkérdezem a városiak mentségére. Tehát emocionálisan hogyan dolgozza föl az ember az ilyesmit? Hát ugye, igen, tehát maradjunk annyiba, hogy a székely ember ugye kicsit még közelebb áll talán ahhoz, hogy reálisan mérje fel ezeket a dolgokat, és hát neki dolga is van még ott a többi ló környékén. Tehát magyarán szóval a döglött csikóval nem nagyon van mit csinálni, hanem az élőkkel kell foglalkozni, az esetből tanulni kell, és jobb kutyákat kell használni, vagy jobb kerítést építeni. Ugye nem visz előre bennünket, hogyha letargiába dőlve, térden állva hetek hosszat síratunk egy egyébként menthetetlen helyzetet, vagy jelen esetben csikót, amellett pedig, hogy a többiek aztán szomjan vesznek, mert nincs, aki vézen van inni adjon nekik. Tehát mondani valóm elején ide citált természetességnek a velejárója. Ott hiba történt, valaki hibázott, valaki nem vigyázta meg rendesen azt a csikót, valaki nem jó csikót csinált, ezt most lehetne elemezni, ebből mindenképpen tanulni kell, de mindenképpen előre kell ebből a dolgokból. Ez nagyon-nagyon fontos. Ugye a mai világ sokkal könnyebben tanul a hibáiból. El kellene jutnunk oda,
hogy többet tudjunk tanulni a sikereinkből, mint a hibáinkból, akkor gondolja végig mindenki, sokkal kevesebbet hibáznánk. Egyelőre még ott tartunk, sőt, azt merem mondani, hogy az a világ oda megy, hogy szenzációk kellenek, hirtelen nagy események kellenek, ahelyett, hogy apró sikerekből jutnánk előre, a szenzációk kellenek, és ezek általában negatívumok. Bízunk benne, hogy ez a világ, amit ott fenn a Hargitán azért még én azt gondolom, hogy most is sokkal jobban őriznek, vagy amiket mi itt próbálunk őrizni a somogyi erdők mélyén, vagy a Kunság mezein, ez azért nem, hogy nem fog eltűnni, hanem lehetőséget fog biztosítani arra, hogy az általad az imént említett része a humán populációnak egy kapcsolódási pontot talál. Ezért is, és akkor itt most egy kicsit hadd emlékezzek meg a solymászrendünkről, és ennek a felelősségéről. Tehát a pásztor embernek a hortobágyon azért is fontos része, hogy a kutyája is megmaradjon minél ősiségebben, hiszen a kultúrának, az ősiségünknek egy szeletét működteti. Kutyával együtt, a subájával együtt, a mondandójával együtt, a botjával, a faragásával őrzi. Tehát mondjuk a gazdag réten ezt mindenki nem tudja megtenni. Viszont akiben a késztetés, vagy csak egész egyszerűen a felismerés megvan ezekre az értékekre, vagy a vágyódás erre, megélni nem tudja jobban, mint hogy elmegy a hortobágyra, és beszél ezzel az emberrel, és merítkezik vele, végig simítja azt a polikutyát, egy kicsit birkaszagú lesz a keze, és ezzel föltöltődve visszamegy a saját életében. Na valami ilyesmit próbál a solymászrend is megvalósítani, hogy nem tud mindenki solymászni a mai világban. Nem lesz igazándiból jelentősen több solymász, hiszen ez egy nagyon nehéz feladat, nagyon nehéz munka, viszont a társadalomnak a hozzáférés biztosítanunk kell. Hát ki biztosítja, ha nem az, aki most műveli. Éppen az aktuális kor embere. Tehát még egyszer mondom, a felelősség. Tehát van egy ilyen irányú felelőssége a pásztor embernek is, a hozzáférést biztosítsa, a kutyáját megőrizze ősiségében, és a solymászrend is ebben próbál egy felelősségvállalást mutatni, hogy a társadalom legszélesebb rétegeinek biztosítja a hozzáférést, azt, ami ki tud belőle meríteni egy, na hát akkor megint mondjuk egy gazdagréti panellakó, akit a sorsa, a világa odavetett, de mondjuk egy évben egyszer vagy kétszer eljön erre a rendezvényünkre, és megmerítkezik ebben. Elvisz haza egy sólyomtollat, vagy uram, bocsá, ha nagyon messziről jön, akkor egy pálcánkakast, ugye, emlékszünk rá talán. És olyan élményeket merít, amiben egy pillanatra, vagy akár kicsit több időre meg tudja élni az ősiségét, de mindenképpen egy kapcsolódási pontot élvezés, hogyha ezt periódikusra tudjuk vinni, rendszeresre tudjuk venni, akkor nem szakad el tőle. Ez egy nagyon fontos része a felelősségünknek szerintem. Igen, köszönöm szépen. Pont ezt akartam mondani, hogy igen, eljöttök hozzánk, majd a Capcomra, te fogsz tartani egy előadást, ahol nyilvánvalóan még mélyebben, még bővebben hallhatunk tőled a tudásotokról, a művészetetekről, és utána a társaiddal együtt egy bemutatót is tartotok majd nekünk. Mondj, Gyuri, akik laikusként csatlakoznak egy-két rendezvényetekhez, te hogyan látod őket, amikor érkeznek milyenek, és amikor távoznak milyenek egy fél nap múlva? Mit látsz rajtuk? Hát én nekem általában ilyenkor azért elég összetett a feladatom, tehát nem nagyon tudok mindenkire részleteiben odafigyelni, de azért egy-egy ellecsett tekintetből azért nekünk nagyon, ugye ezek a visszajelzéseink, az sem titok, hogy nekünk ezek a rendezvények, ezek komoly munkában vannak, és hát komoly erőfeszítések. Most ezt nem fényezésképpen akarom mondani, csak magyarázatképpen, hogy nagyon-nagyon jól esnek azok a tekintetek, és azok a fáradt pillantások, mert azért te talán alátámaszthatod, hogy azért ez sportnak sem rossz, pedig amin részt vettetek, az még nem is egy nagyon komoly nap volt, és én azért mindig örülök annak, amikor
azt látom a tekintetekben, hogy a világnak egy olyan szeletébe engedtünk bepillantani, amit nem lehet másként megtapasztalni. Tehát a tudásunknak egy olyan szegmensébe engedtünk egy pillantást be, amit más módon nem lehet megérinteni. Szoktam volt mondani, hogy a solymászat egy olyan művészet, egy olyan tudás, ami csak élő formájában lehet megőrizni. Nem bírja el a két dimenziót, nem lehet leírni. Ha lefilmezzük, akkor sem tudjuk a lényegét átadni. Egy olyan tartalom, egy olyan minőség szükségeltetik hozzá, amit csak is élő formájában gyakorlat közben lehet átadni. Annyi beleérzés, intuíció, elhivatottság kell hozzá, és nem akarom túl misztifikálni, aki közelebb jön hozzá, meg fogja látni, hogy nem a levegőbe beszélek, amit nem lehet leírni, nem lehet lerögzíteni. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a következő generációkat megfelelően tudjuk erre fölkészíteni, megfelelően motiváljuk amellett, hogy ennek a valódi értékeit nem tudjuk átadni. Ezt mindenkinek magában kell kiművelni. Technikákat, tapasztalatokat tudunk megosztani, de itt az ebben rejlő értékeket mindenkinek önmagában kell kiépíteni. Ez egy személyes élmény, tudás, és ebben elsősorban mindenkinek önmagában kell ezt kiformálni. Köszönöm szépen. Gyuri, egy picit hadd kanyarodjak vissza még a beszélgetésünknek úgy az eleje felé, amikor te említetted, hogy te tenyészted is a madaraidat, tenyésztő is vagy. Bizonyára szembe találkoztál azzal a problémával, hogy hogyan szelektálj a nálad világra jövő állatok közül. Ezt azért is mondom, mert ugye két témával ezelőtt pontosan a vesztesség témakörét hoztam föl, és te rendkívül bevállalósan vállaltad is az erről való beszélgetést. Tehát egy tenyésztőnek hol van az a tólig, ahol még szükséges intuitív alapon megmondanod, hogy adsz esélyt egy állatnak, és hol van az, ahol be kell látni, ha kellemes, ha kellemetlen, de be kell látni, és ki kell mondani valaminek a végét. Hát igen, ez egy nagyon kényes téma. Ugye itt némi mentséget tudok magamnak mondani, vagy talán nem is mentséget, de az a helyzet, ugye nem kell magyarázni, hogy itt sokkal kisebb egyedszámmal dolgozunk, ugye ragadozó madarak kapcsán. Itt sajnos olyan jogszabályi környezetben vagyunk, ami nagyon-nagyon szűk teret hagy a tenyésztő beavatkozásra. Aztán olyan kicsi a szaporodási ráta, hogy megint csak be van szűkülve a tér. Viszont a tenyésztő felelőssége, én azt gondolom, hogy nem, hogy megkerülhetetlen, hanem megkérdőjelezhetetlen. Ez sajnos a kutyás körökben is érdemes erre fölhívni a figyelmet, mert hát én ezt nem érzem helyén valónak. Első gondolatnak talán elemezzük kicsit a tenyésztő fogalmát. Tehát ugye sajnos ezt is elemezni kell. Ugye a szaporító meg a tenyésztő között ugye van egy csomó különbség, ezt gondolom nagyon nem kell kutyás körökben magyarázni, de ha mondjuk a solymászatra szeretném lefordítani, akkor nagyon fontos az, hogy amellett, ami standard feltétel, amit mondtam, a madaraknak a vadságának a teljes megőrzése mellett valamilyen irányban folyik a tenyésztés. Ez a lényege a tenyésztésnek, hogy valamilyen előre elhatározott cél irányába. Ugye ezek egyszerűek kellenének, hogy legyenek, mondjuk alfai csoportokat kellene, hogy felállítsunk. Sajnos nem nagyon tudunk. A solymászat Magyarországon egy olyan elképesztően túlszabályozott tevékenység, hogy egész egyszerűen nem vagyunk rá képesek, hogy ezeket az alfai azonosságokat megőrizzük. Aztán van egy időkorlát, tehát olyan rövid ideje tenyésztünk, hogy magunk számára is csak nagyon nehézkesen tudunk megfelelő törzseket, vonalakat kialakítani. Aztán nincsen ennek meg az adminisztratív háttere, tehát nincsenek
származási lapok, nincsenek, úgy, ha úgy veszük, törzskönyvek. Azt lehet tudni, hogy melyik tenyésztőtől, melyik madará, hogyan röpült. Én például visszatudom egy csomó generációra, egy csomó generációt meg tudok mondani, hogy na milyen madarat szeretné, olyat, amit a mit tudom én kié, vagy olyat, ami mit tudom én kié. Tehát tudom hasonlítani madarakat, mert egészen hasonló. Például most ugye, hogy nem ássam magammal például, de mindig azt szoktam mondani, hogy én például a hímekre teljes mértékig garanciát vállalok. Tehát az teljesen egyértelmű, hogy a hímjeim azok mind egytől egyig nagyon jó repülő madarak lesznek, mind nagyon jól fognak szeretni majd repülni. Aki nem ilyet tapasztal, az kérem hozza vissza, és fog helyette kapni másikat. Ez teljesen. A tojók az már más kérdés, egy kicsit, de a hímekre mindig, és ezt tartom is. Én még nem jutottam el oda madárban, hogy genetikailag nem adtam volna ki a kezem. Olyan már volt, hogy a nevelése nem úgy sikerült, ahogyan egy solymásztársam kérte, és bizony meg föl kellett hívnom, és azt kell mondjam, hogy ez most ez a madár nem olyan, amilyet te szerettél volna, így is akarod-e, vagy másé legyen is, és bizony lemondott róla. Sajnos a korábbi időszakokban volt egy ilyen, most csak rossz példaképp mondom el, és kérem, hogy ezt alkalmazza mindenki a saját kutyás életébe, nem lesz új, amit mondok, tehát, hogy amikor még nem nagyon kaphattunk sólymot, nem nagyon volt itthon sólyom, és néhány barátunk külföldről tudott behozni, vagy kaptunk ajándékba sólymokat, akkor hát ugye örültünk neki, meg örültek neki, mint a, ahogy mondják, a majom a farkának, és hát amúgy amelyik madár röpült rendesen, azzal vadásztak életre halálra, amelyik meg nem röpült, arra meg azt mondták, na jóval jó lesz tenyészteni. Na hát ez ugye, most megint nem akarok párhuzamot vonni a kutyás irányokban, értse mindenki úgy, ahogyan akar, maradjunk meg a sólymoknál, ez azért nem kell magyaráznom, hogy ez egy nagyon rossz irány, és sajnos vannak ebből még maradékok, én azt javaslom mindenki számára, hogy ezeket azért tartsuk távolból, és igenis szelektáljuk a madarainkat, amelyek ugye legalább egy-két paramétere nem kiemelkedő, ne vonjuk tenyésztésbe. Ha viszont van egy-két olyan paramétere, ami kizáró, ezek nagyon fontosak, tehát vannak kizáró okok, vagy uram, bocsá, hogyha genetikai problémák vannak, mondjuk összeférhetetlenségből kelt egy-egy madár, tehát mondjuk rokontenyésztésekből, vagy ilyenekből vannak visszamad, de ezeket ki kell zárni a tenyésztésből. Hát én a saját magam felelősségét tudom mondani, másokra nem szeretnék rossz fényt vetni, vagy rossz gondolatokat. Én ezt azért igyekszem megtartani, és úgy gondolom, hogy eddig még meg is tartottam, oda merek állni minden magam által tenyésztett, vagy a kezemből kiadott madár mellé. Amikor a szelekció nem elég keménykezű, nem eléggé alkalmazza az önkritikát, az önkritika erényét, akkor te hol látod a fő pontokat, hogy hol üt ez vissza? Milyen tulajdonságokban, milyen készségekben, vagy ezek hiányára legyünk figyelmesek, hogy hop-hop, valamit elvétettünk, szerinted? Madarak kapcsán? Igen, természetesen lehet, jól lehet, a kutyákra is nagyon szívesen meghallgatnám, hogyha van ide egy-két éleslátó elképzelésed, mert ugye az az alapprobléma, hogy a legtöbb tenyésztő nem akar hibát elkövetni. Ismerem őket, és tudom, hogy az rendkívül ritka, hogyha valaki kész akarva megengedne magának ilyesmit. Inkább a tapasztalatlanság, talán néhol egy-egy helyen, hál' Istennek egyre kevesebb helyen az ismeretanyag hiánya, de tényleg sokszor egyedül vagyunk, és az ember nem biztos, hogy kellően önkritikus tud lenni, hogyha egyedül van egy helyzetben. Tehát hol van az az önellenőrzés, ahol már mindenképpen gyanakodnunk kell szerinted, hogy elnéztük esetleg, pedig nem szerettük volna? Hát igen, maradjunk ennyiben, hogy, és ennek nagyon örülök, mert ez egy pozitív világlátásra tesz tanúbizonyságot, hogy azt gondoljuk, hogy nem akarnak rosszat tenni az emberek. Hát, oké, rendben, induljunk ki ebből. Akkor
A tenyésztő felelőssége, én azt gondolom, hogy elsődleges. Elsődleges azért, mert amikor már egy madár vagy egy kutya, maradjunk akkor a kutyásoknál, hogy nagyobb példányszámról beszélünk, vagy több tenyésztőről tudunk beszélni, már kikerül a tenyésztő kezéből, ott már közösségi szinten is van felelősség. Tehát most, hogy mit mondjak, ha lejött egy véletlen alom, ami mondjuk nem fér össze genetikailag, és azt mondjuk nem takarítja el egy tenyésztő, hanem meghagyja, mert na hát, ha jó lesz, most csak, hogy egy markáns példát mondjak, na hát, ha jó lesz, akkor ugye ezt ő óhatatlanul kiadja, akkor szerintem nincsen semmilyen joga megsértődni, amikor egy közösség, mondjuk egy tenyésztői közösség, mondjuk egy tenyészszemlén mondjuk, vagy egyszerűen kutyás körzetben azt mondják, hogy te figyelj ide, ezt nem lenne szabad, ezt légy szíves tüntesd el. Én megmondom őszintén, én jártam már itt saját kutyámmal, amit a tenyészszemléről vittem vissza, pedig egy nagyon szép reményű és nagyon jó genetikájú állományú, pusztán azért, mert a fogai nem voltak megfelelőek. Most csak, hogy a magam példánál maradjak, pedig egy általam szervezett rendezvény volt, nem is ez a lényeg, hanem csak... És akkor tovább, hogy nincsen joga, én azt gondolom, megsértődni, vagy rosszalóan szólni az ilyen tenyésztőnek, aki ezt kiadja, és hát ugye, még egyszer mondom, visszautalok a felelősségre, hogy sokkal rosszabb már egy felnőtt almot, hogy is mondjam, eltüntetni, vagy kivonni a tenyésztésből, mert akkor meg jönnek ezek a következők, például a solymászatnál egy tipikus példa, vadászkutyások érteni fogják, a lövésfélőség. Tehát amikor egy kutyának, egy vadászkutyának a genetikája egy kicsit eltompult, tehát az idegrendszere, ugye az az első, hogy kérdezted, hogy az egyik első az, ami ez vissza fog jelezni, hogy idegrendszeri gyengeséget fog mutatni egy kutya, vadászkutyáknak nagyon gyorsan kijött, ugye 7-es fajtacsoport, munkára kötelezett fajták, lövésfélőség azonnal kijön. Mi történik? Hát legjobb esetben, vagy legalábbis a legelső esetben kizárják a tenyésztésből, nem kap tenyészthető minősítést, erre ugye el kellene ezt a kutyát tüntetni. Mondjuk ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy na jó van, jó lesz a nagymamának az udvarba sétáltatni, nagyon jó kedves társállat lesz belőle, de akkor kérem, egy ivartalanításon essen át, nehogy véletlen alom szülessen, és így tovább. Akkor a következő, ami szokott történni, és solymászati vonatkozása van, hogy na jó van, akkor mindegy, majd a solymászoknak jó lesz, majd megveszik a solymászok. Mert hogy ott nincsen lövés. Na hát, ezt meg markánsan elutasítom, mert így ezenek olyan szaga van, mint hogyha a solymászat közre működne a vadászkutyáknak a genetikai gyengeségének az átörökítésében. Ez egy nagyon nagy hiba. Szó nincs róla. Szó nincs róla, hogy az ideggyenge kutyáknak, amik ugye nem az a baj vele, hogy világgá szalad egy lövésre, mert hát világgá szalad, hanem az, hogy a fajtáját teszi tönkre. Most megint a vadmacska példáját szoktam hozni, hogy a kóbormacska mekkora problémát okoz, gyakorlatilag a kóbormacska írtja ki a vadmacskát, egyszerűen azért, mert a genetikájával felhigítja, eltünteti a vadmacska genetikáját. Tehát én azt gondolom, hogy a tenyésztő felelőssége mindenek előtt hát jóval nagyobb még, mint a közösségek, és hiszen ő előzheti meg ezeket a problémákat, és első lépcsőben ő neki kellene kezelni ezeket a problémákat. Tehát jól értem akkor, hogy a tenyésztő ugyan természetesen egyedül van a saját helyzetében, ez nem is nagyon lehetne máshogy, elnézést, és kénytelen meghozni így a döntéseit, és ez jól is van így, de mégiscsak kell neki egy tükör, tehát akkor a tenyésztői közösség legyen az a tükör, te arra bátorítasz, aki szüretlenül és teljesen baráti lelkesültséggel, de képes és elég bátor is ahhoz, hogy kritikát is közöljön az illető tenyésztővel, ezzel segítvén a munkáját, ugye? Ezt jól értettem. Igen, igen, persze ezt időben kell érteni, mert ugye ha most kutyáról beszélünk, akkor kiskutyákról, tehát kölykökről beszélünk, mert én azért azt mondom, hogy amikor a küszöbértékek megvannak, tehát genetikailag helyén van, idegrendszerileg helyén van egy kölyök,
ugye morfológiailag, anatómiailag rendben van, akkor azért ne felejtsük el, hogy miért van ez a kutya. Tehát a munkateljesítmény, az alkalmasság, amit itt ugye már áttárgyaltunk a medve meg a kubasz kapcsán, tehát ott azért a munkateljesítmény, mert hát most megint utaljunk vissza, és még egyszer mondom, fölvállalom, lehet ezen megint szégyellősködni, de ez akkor is így van, a pásztor kutyákat a pásztor ember szerektálta, ő tenyésztette. Amelyik kutya nem jól viselkedett, az hogy szokták mondani, meg hogy mondják, ott ment a kutágasra. Tehát nincs mese, nem tartunk egy működő paraszti vagy egész egyszerű gazdaságban, nem tartunk fölösleges kutyát, ami semmire nem jó, most csak, hogy maradjunk a kutyánál, mert kárt okoz, elvesz energiát azoktól, akik egyébként pedig megérdemlik. Igen. Tehát még egyszer megint energiaegyensúly, mint a ragadozó kapcsán, használjuk ezeket a tudásokat, nem tarthatunk a jó kárára semmit érőket. Na most, hogyha ezt a szelekciót mi megszakítjuk, és tenyésztői szervezetekbe tömörítjük, akkor is ezt át kell vállalni. Tehát nem tehetjük tönkre. A haladás nem jelentheti azt, hogy tönkre tesszük az eddig megóvott értékeket. Nem tudom, így ez érthető-e, hogy mit próbálok. Hogy egy túlzott liberalizmus annyira felhígítja a fajtának a génállományát, hogy abból nem fajta megőrzés, hanem fajta felhígítás lesz, ezt akarod mondani. És azt hiszem, hogy nem nagyon mernék és tudnék vitatkozni ebben. Egyetértünk. Uh-huh. Igen, hát az a jó, hogyha nem kell eljutni oda, hogy egyedeket kell kiszelektálni, hanem szerintem most már azért el tudunk odáig jutni, a tenyésztőszervezetek is, meg a genetika is mögöttünk áll olyan szinten, hogy most már alkalmasak vagyunk arra, hogy ezeket megfelelően megtervezzük előre, és ne gyártjunk selejteket, ne kelljen a próba alkalmával szelektálni az egyedeket, vagy legalábbis sokkal kevesebb legyen az, amit aztán majd a munkára való alkalmatlansága miatt kell kivennünk a fajtából. Igen. Egyetlen egy utolsó kérdés. Az előbb említetted a nevelést. Szerinted mi az, amit minimálisan szocializálni kell, adott esetben formálni egy bizonyos tevékenység irányába, egy állatot magunk mellett, akár egy ragadozót, mint a te madaraid, akár a kutyákat, ami egy picikét azért mégiscsak más, és hol van az, amikor már sok? Amikor már olyan szinten beavatkozunk az ő lényébe, hogy ő már igazából pont azt a hatást, mint munkailag, mint ránk vonatkoztatott formáló erőt, amit korábban említettünk, már nem tudja képviselni, mert túlvezérlődik a helyzet, túl kontrolláltá válik. Köszönöm. Hát, bocsánat. Hát most nem tudom, mi a teendő. Beszélgessünk, majd csak te beszéli magát ez a hívó. Észre fogja venni, hogy nem veszed fel. Igen, ezt kérdeztem, hogy mi van ilyenkor. Most egy kicsit elterül. Ja, igen. Hát ugye ez megint az ember saját példáját szeretném segítségül hívni. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki kellemetlenül érzi magát egy olyan szituációban, ahol nem tud önmaga maradni. Hát akkor honnét gondoljuk azt, hogy egy kutyának, madárnak, macskának, zsiráfnak jó az, hogyha nem tud kutya, macska, madár, zsiráf lenni. Tehát ha mondjuk csak azért, mert mennyire cuki, azt szeretnénk, hogyha a komondorunk fölmászna a fára, mert az olyan aranyosan mosolyog le rólunk. Vagy most nem is tudom, milyen példát hozzak, hogy elég markáns legyen. Tehát én azt gondolom, hogy én azért szeretnék magam mellé egy jó vizslát, mert szükségem van a vizslára, a munkájára, a megfelelés készségére, és így tovább. Azért szeretnék egy jó komondort, hogy amikor elmegyek itthonról, akkor biztonságban tudjam a tanyámat, ha nem vagyok itthon, akkor a gyerekeimet. Aztán azért szeretnék egy jó foxit, hogyha majd találok egy kotorékot, akkor az kihajtsa belőle a rókát. Azért szeretnék egy jó héját, mert nyulászni szeretnék, és azért szeretnék egy
jó tojósolymot, mert vadlibát szeretnék fogatni. És hogyha ezeket mind összekeverjük, akkor azt gondolom, hogy hibázunk. Tehát itt megint a felelősségre szeretnék rámutatni. Egyszerű emberi kicsinségekből nem mozdíthatjuk ki a világ alapjait képező lényeknek az identitását. Tehát most, hogy ez túl, nem magyarázzam túl, tehát ne várjunk el az állatainktól akár társállatok, akár munka állatok, mert talán ez is már egy kategória, vagy külön kategória, bár számomra kicsit értelmezhetetlen, olyanokat, amiben önmagukat nem tudják hát a feladatukat ellátni, egyébként pedig, még egyszer mondom, ez nem is lehet, tehát logikailag sem lehet jó számukra. Aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul, ahogyan mondta valamikor a régi mondás. Nagyon szépen köszönöm. Én azt gondolom, hogy a példa kellőképpen markáns volt, és jól értettük. Aki akarta, az jól értette. Aki rosszul akarta érteni, az azt hiszem, hogy nem nagyon fogjuk tudni kisegíteni a továbbiakban. Gyuri, nagyon szépen köszönöm, hogy áldoztál ránk a vasárnap estétből. Szeretettel üdvözöljük kedves családodat, és a háztartásban mindenkit, akárhány lába is legyen az illetőnek. És nagyon sok sikert kívánunk, május közepén találkozunk veled, nevezetesen 12-én veled és csapatoddal. Szeretettel várunk titeket. Szervusz! Jó éjszakát kívánok! Köszönöm!